Bejegyezte az Európai Bizottság a kisebbségvédelemről szóló európai polgári kezdeményezést. A történelminek is nevezett döntés azt jelenti, hogy megnyílik az út az Európai Unió szintű kisebbségvédelemre. A kezdeményezést az RMDSZ és partnerei javaslatára az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 2013-ban indította el. A korábbi visszautasítás után most az eredeti 11 javaslatból 9 bejegyzést jóvá hagyott a bizottság. Ez hatalmas előrelépés az erdélyi magyarságnak és az európai kisebbségvédelemnek általában, hiszen az Európai Bizottság bejegyezte ezt a kezdeményezést, amelynek egyértelmű célja az, hogy az európai kisebbségvédelemben fogalmazzon meg javaslatokat az Európai Uniós intézmények fele. Gyakorlatilag elkezdődik egy egyéves aláírásgyűjtési időszak, amelynek során az európai közbeszédben, az európai nyilvánosság előtt a kisebbségi ügyekről beszélhetünk, a romániai magyarság ügyeiről is. Az aláírásgyűjtés után az Európai Bizottságnak egy meghallgatást kell szerveznie az Európai Parlamentben, majd ezt követően döntenek a jogi lépésekről. Vince Lóránt szerint a folyamat végén már nem lesz megkerülhető az Európai Unió szintű kisebbségvédelmi keretszabályozás elfogadása.